Poolside. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Bubomester vagyok, és a legújabb videómat láthatjátok. Mely az új kis tavernel fog foglalkozni. Igazán ebből a szabályok nagyon egyszerűek. Kiválasztod a saját, úgymond, híródat, hősödet, megcsinálod a decked, amit szeretnél, de viszont a hősi képességet az nem a tied, vagyis hát a szokásos, hanem mindig ilyen ezeket a random bossoknak az erejét. Szóval akikkel a Nox Ramonsból vagy a Black Rock Mantéba találkozol, azokét kapod meg, és minden egyes aktiválás után kapsz egy újat. Ez szerintem nagyon érdekes szituációkat tud eredményezni. Még egyetlen egy meccset sem játszottam, látjátok, még meg is van az első kis deckbontási lehetőségem, amit remélhetőleg meg is szerzek veletek, és együtt kibontjuk. Hát a szerencsét hoztak, és valami isteni lapot kapok. Hát hogy milyen decket raktam össze, hát nagyon nem volt, hogy mondjam, semmiféle inspirációm, úgyhogy megpróbáltam egy kicsit így a szokásostól elrugaszkodni. Rúzsozni szerettem volna, annyi finomsággal, hogy egy ilyen mill rúst. Szóval ez a, amikor így megpróbálom kipörgetni a másikat a lapfiból, ez lenne. Nagyjából. Hát, srácok, essünk is neki, igazándiból azt mondom. Megint kettő véglet van, igen, na, akkor igen, van egy harmadik véglet, hogy Bubomester nem tud beszélni. De a két véglet, ami van, hogy vagy nagyon bejön, vagy pedig egyáltalán nem jön be. Remélem, hogy az előbbi fog alkalmazódni itt a videó folyamán. Úgyhogy, hát igen, új kocsmai verekedés van, esünk is neki. Remélem, hogy én jövök ki jobban, mert az életbe megy. De hát lássuk itt a kocsmába, hogy fog alakulni. Valera versus Thrall! For Doomhammer! Watch ez nagyszerű. Your back. Szóval egy sámánt is kaptam. Hát őket megtartom mindenképp. Lehet, hogy később jobb lenne, ha kijönnének, de meg kéne tartani. Hoppá! Látjátok, erről beszéltem, hogy mindenki úgymond nem a sajátját kapja meg, hanem ezekét a szuperhírókét. Én például azt fogom csinálni, hogy idézek 3 1/1-es elfszet, ő pedig egy 1/1-es tauntot. Hát most akkor szerintem most ez éppen nekem kedvez. Na mit tesz ki? Használja, és... egy random szörnyemet, lapomat, minionomat vissza küldi az én kezembe, de hát... és én mit kapok? Hú, ez jó. Ezt lehet szépen kombóba majd használgatni. Úgyhogy, igen. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Jó. Igazán balra fogok menni végig, hogy leteszem őt, és utána, hát igen, gengápolom. Meg lehetőség szerint visszaeszem a kezembe, szóval minél tovább életben maradjon. De az a lényeg, hogy ki kéne pörgetnem teljesen a lapjaiból. Én mit is csináljak? Én azt mondom, hogy... üssünk be. Nézzük meg, mit kapunk. Kapok egy random képességet, sámán képességet. Fantázió. Így pedig igazándiból csak leegyenlítettem. Most 3 kristályom volt, kitettem volna. De inkább megvárom az 5-öt. Szóval, hogy egyből biztosan effektíven kijön az, amit szeretnék. Mert hogyha nehogy isten valami remove-val, vagy akárhogyan leüti ezt a 2/2-es kis miniont, mullakot, bocsánat. Akkor is ugye a gengáp miatt itt van plusz 3. És hát van még egy belőle, szóval az már kapásból 4, és van még egy gengáp. Szóval... hello Noisy! Szia! Éppen felveszek. Hát srácok, ne haragudjatok, ilyen van. Ilyenkor válaszolgatni szoktam. Szóval... hát igen, ilyen van. I am freed from the curse. Jó, így. Így. Na igen, és van ebből is 2.
Bocsánat, hogy megzokítom a beszédet. Na igen, itt most visszaadta. Nem baj. Na. Kíváncsiság. Így. Job's done. Nem baj. Így, nagyon jó. És átadjuk neki a kört. Ugyebár itt végig arra dolgozok, hogy az én kezemben, meg az ő kezében vissza tudjam adni a lapokat. Látjátok, neki most 10 kártyája van. Best seats ever! Kitesz egyet. Taz dingo! Kitesz még egyet, és... Hát nem ütötte le, sorry. Én megint gengápolni fogom. Hazaküldjük a kezébe. Így van. 10 kártyája. Szóval a következő körben, amit húz, azt úgymond kiütöm, és nem tudom, hogy leüssem-e. Inkább leütöm így. Ez a biztos. Tessék. Egy lapot már is vesztett. Látjátok? 15? 25. Lehet, hogy ez itt nem a legjobb taktika, de most nekem ez tetszett így meg, vagy ez fogalmazott meg bennem, hogy hát. Bingo! Jó. Itt mondjuk előbb üthetett volna, és csak utána. De hát ez nem olyan nagy hiba. Kitesszük szépen. My hand is too full. Igen. Így szépen, na és várjunk, mert ezzel egy... Mit tudnék kijátszani? Egy lava burst-ot ki tudnék rakni. Nem baj, lehet egy padarás, de most egy lava burst-ot rá kiszórok. Melyik? Rá. Így. Így, így. Tessék. 9-20. És látjátok, már is itt van. Lehet, hogy beválik a taktikám, és megmondom nektek őszintén, hogy ezt a stílust vagy technikát csak videókban láttam. Szóval még így sose próbáltam ki. Ennek ellenére amúgy tetszik. Megmondom nektek teljesen őszintén. Igen. Sajnos, hogy most itt kijátszott. És igen, szerintem most egy venist fogok használni. Visszarakok mindent a kezébe. De neki meg lent van ez, ez nekem nagyon jó. Így, így. My hand is too full. Ó, nagyon jó. Remélem nem halljátok, most fogok inni. What you want? Na. Ilyet miért rak ki? Számomra érthetetlen, hogy miért teszi ki. Na, mondjuk megint egy lapot most megint el fog burnölni. My hand is too full. Egy gyorsan visszahozom. Megint kiteszek egyet. Megint kiteszek egyet. I'm out of cards. Így és... nem tudom. That was a mistake. Nem tudom, mit csináljak. Igazából lehet elrontottam, és most kikapok ebbe a körbe, de... lehet... lássuk. Reméljük, hogy nem fázok rá. Mert ki tudja, lehet, hogy van olyan kombó a kezében, mire egy sámán. Jó.
igen. The gates are open. Igen, ez fájni fog neki. Most itt kipakolhat. Ez csak egy sebzés. Ez még egy sebzés. Szerintem nyertem. Az nem baj. Jó. Fú, srácok, soha nem használtam ezt a technikát. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Ezt nem tudom, hogy normál játékban mennyire tudnám használni, vagy mennyire működne. De nekem most ez nagyon tetszik. Úristen! Életem első próbálkozása, tényleg. Szóval itt most eljutottunk attól, hogy Facehunter-től használok egy mérugót. Ami szerintem egész jó. Well played. Jól játszott. Ennyi. Na! Srácok, ez egy ínyenség volt. Nagyon tetszett. Ez tényleg. Fogunk még egyet játszani. Most kilépek. Ezt itt szépen ki bontogatom, ahogy kell. Ahogy a nagykönyv meg van írva. És... Hopsz. Valami kis bug volt. Életemben először. De működött. Hát srácok, egyre ér. Hát srácok, sajnos ez nem az életem bontása. Megint csak. Na, úgyhogy még egyet játszunk. Próbáljuk meg megint így milleskedni. Nem tudom, aki ehhez jobban ért, vagy ezt nagyon jól tudja. Ezt tényleg nyugodtan írhat nekem akár privátba, akár a videó alá, mert ez tetszik. De már egy hete nézegetem róla a videókat, meg gyűjtöm hozzá úgymond a tudást, hogy milyen szituációkban, hogy, ki kellen, mennyire lehet eljátszani. Ha valamit rosszul csinálok, akkor ezt nyugodtan írjátok meg. De ez most nagyon tetszett. Kérdjük egy mély...